A tűzgyújtási tilalom alapvető célja, hogy csökkentse a tűzesetek kockázatát a száraz, a természetben könnyen gyúlékonyságot okozó időszakokban. Az erdőtüzek nem csak a növény és állatvilágot veszélyeztetik, hanem az emberi életeket és a lakóingatlanok épségét is. Egy gondatlanul eldobott cigarettacsik, egy felügyelet nélkül hagyott tábortűz, vagy akár egy szikrázó gépjármű könnyen katasztrófához vezethet. Emelte ki Kisdi Márk Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője. Nagyon kell arra vigyázni, hogy semmit ne dobjunk el az erdőbe, főleg ízó, parázsló dolgokat, mert avval tüzet tudunk okozni. Amúgy egy üveg is, tehát ami filmek szólnak, vagy lehet kísérleteket is készítettek, pont úgy süt a nap, akkor egy eldobott üveg is okozhat tüzet az erdőben. Tehát a legfontosabb, hogy ne dobjuk el a cigarettacsiket, és hogyha nincsen tűzgyújtási tilalom, és kialakított tűzgyújtó helyen, vagy tűzrakó helyen akarjuk eltölteni a délután tábortűz mellett, akkor figyeljünk arra, hogy már otthon készüljünk az oltásra, annak a tűzrakóhelynek a megtisztításához szükséges eszközök elvitelére, és amikor megérkezünk a tűzrakóhelyhez, akkor először tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét, a száraz levelektől, gajaktól, illetve nézzük, hogy ne fújjon a szél, szélben sem lehet tüzet rakni, akkor sem, hogyha engedett, tehát nincsen tűzgyújtási tilalom. A nyári hőség, a karbantartás hiánya, illetve a műszaki anomáliák mind növelhetik a tűzesemények kockázatát az autókban. A gépjárműtüzek gyakran hirtelen alakulnak ki, és gyorsan terjedhetnek. A leggyakoribb okok között az üzemanyag szivárgások, az elektromos hibák, valamint a motor túlmelegedése szerepelnek. Fontos, hogy rendszeresen ellenőriztessük a gépkocsinkat, különösen a nyári hónapokban. Mindig tartsunk az autóban egy megfelelő tűzoltó készüléket, és legyünk tisztában annak használatával. Ha füstöt vagy lángot észlelünk, azonnal álljunk félre biztonságos helyre, kapcsoljuk le a motort és hagyjuk el a járművet. Ne próbáljunk meg saját kezüleg eloltani a tüzet, ha az már nagyobb méretű. A legfontosabb, hogy minél hamarabb értesítsük a tűzoltókat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a megelőzés a legjobb védekezés. Ügyeljünk arra, hogy az autóban ne legyenek könnyen gyulladó anyagok sem. Mindenképpen legyen a gépkocsiban egy kisebb, de lehetőleg 5 kilós porraloltó készülék. Azért porraloltó készülék és nem habbaloltó készülék, mert hogyha benfelejtjük az autóba, akkor a habbaloltó készülékben az oltóanyag télen megfagyhat, tehát egy hamis biztonságérzetet fog adni a téli hónapokra. Tehát azt kérjük, illetve azt ajánljuk, azt javasoljuk, hogy egy porraloltó készülékkel szereljük fel a gépkocsit, bár ez nem kötelező tartozéka a járműnek. Ezt a porraloltó készüléket, ha lehet, akkor az anyós ülés lábterében kell elhelyezni, úgy, hogy könnyen oldható felszerelésként legyen a gépkocsiban, hiszen hogyha baj pillanata elkövetkezik, akkor oda tudjunk nyúlni, a vezető oda nyúl, le tudja pattintani és meg tudja kezdeni a tűzoltását. Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról a legfrissebb információkat a Katasztrófa Védelem hivatalos weboldalán, a www.katasztrofavedelem.hu oldalon lehet megtalálni. Érdemes rendszeresen látogatni ezeket a honlapokat, mivel az időjárási körülményektől és a tűzveszélyes helyzetektől függően a tilalmak érvényessége is változhat.